Szervusztok, üdvözöllek benneteket, folytatjuk a Mr. Prepper-ös kalandjainkat. Nagyon tetszett nektek ez a játék, és rengeteg tippet írtatok, aminek remélhetőleg, hogyha már a felét megegyeztem, akkor már előrébb leszünk. Amúgy annyi kis apróság van, hogy a játék elméletileg akkor ment, amikor alszunk, úgyhogy lehet, hogy lesz egy minimális kis rollback. Ezt mindjárt meglátjuk. Sok mindent szeretnék a mai részben csinálni. Első körben kicsit rendet kéne rakni. Olyan szempontból, hogy le kéne tőlünk pakolni, illetve mondtátok, hogy rendezzek vissza sok mindent, ugyanis az ügynök mindent is észrevesz nagyjából, még majd a kapcsolótáblát is meg fogja nézni, hogy mennyi fogyasztó van rajta. Ott tartottunk, hogy nagyon éhesek vagyunk, úgyhogy menjünk gyorsan enni. Most nem tudom, hogy hol tart a hiper-szuper tervünk, mindjárt megnézzük. Hát itt a növényeink már megvannak, oké. Na, siess egy picit gyorsabban? Mindjárt megnézzük, mi van a hűtőbe és mi van nálunk. Húha, ennyire visszaestünk volna? Hát ez kellemetlen. Mindegy, amikor abba hagyjuk, mindig alvás után kell abba hagyni, ez a lényeg. Két smoothie-t itt benyomunk. Oké, mindet elfogyasztjuk így hirtelen, meg utána esszük ezt a répát, azt hiszem ezt így csináltuk legutóbb is. És akkor megfordítjuk, de úgy fordítjuk meg, hogy siessél már egy picikét. Állítok amúgy több mindenre lehet dupla kikkelni, és akkor azt is gyorsabban csinálja. Vagy egyből tudja, hogy mi van. Na, olvassuk csak el. Hogyan tudnék megszökni? Ugye autórepülő rakéta, ez már megvolt, és akkor igen, most kell az inspiráció. És akkor mindjárt jön a rakéta tervhez. Ugyebár mindjárt jön a postás. A kötélpályát kell megjavítanunk. Ugye a nagymama és a farkas. Annak a varázsló kisasszony is nem jön amúgy a postás. Szer vadásznő. Nanci háza, szupermarket, Szergely. Ó, itt a postás, pont megjött. Szép napot! Azt mondtátok, hogy olyan, mint egy nagyra nőtt óvodás. Amúgy tényleg. Jó, ezek megérkeztek, oké. Ugye, van ilyen gomb, hogy mindent kivesz. Köszönjük szépen! Hello! Jó. Akkor fel kéne menni. Belerakjuk gyorsan a rakétatervünket. Amúgy oda kell figyelni, mert ez a szintünk amúgy eléggé necces szerintem. A készültségünk, úgyhogy kicsit össze kell magunkat szedni majd a mai részben. Most már igyekszek nem annyit bénázni, és én is egy kicsit így az eddigi tudás alapján jobban odafigyelni. Hát itt rengeteg alapanyagra lesz szükség. Írtátok, hogy lesz majd valahol bánya. Nem tudom, hogy a bányához hogy fogunk tudni eljutni, gondolom majd a játék elvisz. Úgyhogy... Oké, most tulajdonképpen ez van, hogyha elolvasom. Jó, hát akkor fordítjuk. Igen, és mondtátok azt is, hogy... Ami olyan, hogy például ilyen kis üvegpoharak, azokat tegyük vissza. Ameddig nem kell. Hogy ne legyen annyira feltűnő, egy pár dolgot azért majd magamnál hagyok. Tehát amit nem használunk kell, azt tegyük vissza, mert akkor... Na, most tök jó, hogy odaálltam, és nem látom, hogy hova teszem. Ja, amúgy belerakja így is. Nem. Tedd oda a poharat, íni. Lepakoljuk, hogy most egyelőre nem szükséges. Jó. Oké, le akarom vinni a hordót. A másikat is megragadjuk. Jó, elbírtuk. Le akarom vinni ide a hordókat, mert amúgy ez már legutóbb is gyanús volt itt az ügynöknek. Na, gyere le. Ja, nem tudsz ide jönni. Igen, fel kell először fedni. Felfed. Oké. És a világítást minimalizálni fogjuk egyelőre, ameddig csak kikapcsoljuk igazából. Mondjuk legyen inkább megragad. Meg ezt is megragadjuk, és akkor lerakjuk egyelőre. Itt akkor ide középre fogok tenni egy nagy világítást, vagy egy kicsit. Na, nem tudom oda tenni. Hogy nem tudom olyan helyre tenni, aha, nem baj. Megragad. És ezt is picit így át akarom pozícionálni. Hát egy kicsit jobbra tettük, jó, hát ez nem volt nagy pozícionálás azért. Jó, hát akkor ide kerül most egyelőre a lámpa. Illetve ezt le fogjuk venni. Tényleg, hogy ne legyen túl nagy az áramfogyasztásunk, ne legyen feltűnő, hogyha ez majd beüt ez a dolog. Jó, és akkor hát ezeket a hordókat, én ezeket egyelőre ide lerakom. Az olajos meg gázolajos hordót. Jó, szuper. A gyanús elem volt a tábla, a kettő hordó, meg ugye túl sok, vagy túl kevés csészén volt. A gyanú szintje amúgy nagyon magas volt, tehát azért főleg ez a tábla, ez nagy miszték volt ott az előző. Hagyjad már, Mr. Prepper, nagyon. Nagyon készül. Azt nem tudom, hogy szedtünk fel fát, meg ilyeneket, ez például mi? Alapvető csali csapdákhoz, ez nem baj. Kaja van nálunk, és igen, itt van nálunk
Rengeteg föld például. Ezt ki tudom tenni? Meg textil. Lepakolok így a földre, akkor azon nem tudok átmenni, ezt jó tudni amúgy. De ugye a textilt azt lepakoljuk oda, hát a földet azt nem tudom, hogy hova tudjuk. Én azt hittem van nálam fa is. Jó, oké, menjünk, azt együnk valamit egy picit. És akkor utána... Igazából valami fegyvert kéne csinálnunk a farkasok ellen szerintem. Mondjuk van itt ilyen energiaital, ebből egyet benyomunk. Benyomunk akkor egy ilyen készételt. Lassan rendelni kéne. Nézzük meg, hogy mit tudunk rendelni. Azért ez is egy fontos dolog. Tehát, opá, itt van Szergej. Szergejtől tudunk... Tőle tudunk amúgy ilyen dobozokat, meg tárolókat is, raklapot is tudunk rendelni. Ez mondjuk nem feltétlenül rossz. El lehet neki adni a földet. Eladom neki a földet, ez viszont... Legalább akkor nem fogja a helyet foglalni itt nálunk. Veszek tőle ilyen kis... Írja is, hogy ez a kis doboz, ez szétszerelhető és jó nyersanyagforrás. Úgyhogy veszünk ebből mondjuk első körben egyet. Másik faforrás ugye a raklap. De az erdőbe ki tudunk menni, úgyhogy fát nem fogok venni. Itt tudunk venni széket. Meg polcot. Ó. Ja nem, azt eladni tudjuk, bocsánat. Na, még összekevertem ezt a kettőt véletlenül. Supermarket. Rendelhetnénk valami kaját. Savanyúság. Hát ilyen drága a savanyú, gondolom sokáig eláll. Jó. Rendelek pár salátát. Így gyorsan. És akkor azt kéne megnézni itt a... Itt az asztalnál. Amúgy most a szintünk tök jól visszament. Picit aggódtam, hogy hogy fogom visszahúzni. Hogy milyen eszközt tudunk csinálni, ugye a farkasokat, vagy le kéne győzni. Mindig van nálam egy kevéske föld. Baseball ütőhez kell 5 fa. Jó, menjünk ki az erdőbe fáért. Itt az erdőbe van ez a cucc. Ja, ez a kötélpálya. Aha. Ezt meg tudom javítani? Aha, ez kell a kar. Várjatok, itt van nálam a kar. Most néztem, hogy itt szikrázik. Az első szinten vagyunk, eljöttem egyből jobbra. Oké, akkor ezt ennyi, hogy megjavítjuk. Szuper. Jó. Ez meg is van. Oké. És akkor nagymama és a farkas, meg kell ölni a farkast, ami elállja. Igen, az erdő második szintjén. Hát az köszi lesz. Ezt meg kéne ragadni. Remélem, hogy itt nem nekünk lesznek csapdák. Szerintem az lesz, amit ti is írtatok, hogy ide csapdát lehet majd kihelyezni. Majd azt a vadász hölgyet is meg kéne keresni, ugye, amiről... Arról képeslapot kaptunk? Arról már nem is emlékszek pontosan. Menjünk haza gyors. Csak egy baseball ütöt, azt neki megyek a farkasnak én. Nem csinunk ebből problémát. Oké, ja megjött. A pénz is így érkezik. Szuper, megjött a káposzta. Be kell rakni a hűtőbe. Csináltam, vagy szedtem el pár bogyót, úgyhogy abból gyorsan csinunk smoothie-t. Azt mindjárt csinálom is. És bedobjuk a hűtibe. Hát egy smoothie-t tudok most éppenséggel csinálni. Azt bedobhatjuk egyből. Azért ezek megromlanak. Egyet eszek a másikból, és akkor káposztából majd valamit főzőcskézünk. Ez meg egyelőre maradhat amúgy. Vizet veszek ki. Tehát a növényeket mikor kell öntözni? Hát ezt majd lassan öntöznünk kell amúgy. Nem baj, most menjünk először craftolni le. Azt nem tudom, hogy hogy nézem meg, hogy hanyadik napon tartok. Terrajzok. Igen, ez oké. Okay. Kettes szintű, várjunk, kettes szintű munkapadhoz kell 5 kő, 15 fa és 15 fém. Ez majd fontos lesz a későbbiekben. Először ezt a fát feldolgozzuk, csinálunk belőle egy baseball ütőt. Azt mondja, lendíts és üssön. Nem számított baseball csapatokra, ugye? Jaj, persze, hogy is lenne itt baseball csapat. Jó, megvan a baseball ütőnk elméletileg. Jó, hát most éjszaka van, úgyhogy aludni kéne, vagy valami hasonló. Meg kéne öntözni szerintem a növényeket, úgyhogy erről gondoskodunk. Kipihenjük magunkat, nagyon fontos. Oké. Okay. Azt gyors végiglocsolom itt az összes növényt. Hát nem kapnak túl sok napfényt, de majd, hogyha lesz generátorunk, akkor ez is jobb lesz. Hozzá kell tenni, és amúgy még van egy kis pihentségünk, ami azt illeti. Menjünk fel szúnyókálni egyet, aztán ássunk egy helységet.
hogyha közlöm vele, hogy csináljunk egy ekkora szobát, egy kis szobát, akkor az bővítés lesz? Nem, ajtós, oké. Ásunk egy plusz szobát, bármikor szükség lehet rá igazából. Lehetett volna egy kicsit nagyobb. Aztán megyünk is aludni. Jó, nyomás aludni. Gyerünk aludni, gyerünk. Nagyon sötét a képernyő. Az mi? Ott megy valami. Ott látjátok ott fönt? Alvás. Ott megy valami. Amúgy, ha jól tudom, az atomkatasztrófa azért következik be, mert ugye egy ilyen jó negyedik nap, következő nap fog jönni az ellenőr. Tehát az atomkatasztrófa azért következik be, mert ugye bár hát itt egy ilyen elnyomó rendszer van éppenséggel ebben a városban, illetve ebben az országban, ahol játszódik ez az egész, és hogy atomháború fog majd kitörni, vagy valami ilyesmi lesz a sztori. Úgyhogy nem tudom pontosan mire fogunk kiukadni a végére. Valamit tenni kéne, szerintem a hűtőből. Vagy ezt megesszük mindenféleképpen. Meg szerintem nyomok egy smoothie-t első körbe, jó? Mehetünk az erdőbe, megnézzük azokkal a farkasokkal. Szerintem a baseball ütővel el, hogy bánjunk velük. Mást én nem tudok elképzelni, hogy hirtelen így játszana. Mentem egy jó kis kört az erdőben. A kötélpályát kell használni ahhoz, hogy a kettes szintre tudjunk jutni. Nem tudom, ez nem jutott első körben eszembe, aztán amikor már a harmadikat is átjártam és nem találtam semmit, akkor jutott eszembe, hogy hát lehet, hogy erre kéne jönni. Nem baj, legalább egy csomó fát összegyűjtöttem, ez már túl nehéz is nekünk. Az a kérdés, hogy ide mi van írva, és hogy merre vannak a farkasok. Lesz egy bodega? Vadászok klubja van itt is hirdetve, nem baj. Megvizsgáljuk. Ez igazából egy gondol, ami valószínűleg a kötélpályáról esett le. Van-e benne valami érdekes? Hát nyissuk ki. Van-e benne valami érdekes? Tonhal konzerv, az jöhet. Az nagyon jöhet. Túl nehéz. Na várjatok, kidobunk egy kis fát akkor. Nincs más lehetőségem, mint hazajönni, szétszedni a fát. És amúgy lehet, hogy el lehetne adni esetleg. Nem tudtam kidobni ott az erdőben a fát, úgyhogy mindjárt visszamegyünk. Aztán kitalálunk valami okosságot. Remélem van nálam ilyen kis turbótonik. Hogy mi? Itt az ügynök? Már is? Nem úgy volt, hogy holnap jön? Jó, hát jön. Hát ennek annyira nem örülök. Van nálunk egy tonna fa. Na gyűjtse csak az információkat, minden rendben van. Ott vannak a csészék, látja. Visszakerültek, csak az ágy alatt voltak, tudja, mert este szoktam olvasni, és akkor mindig bedugom a poharamat az ágy alá, hogy reggel fellökjem. Legutóbb azért hiányzott 5 csésze. Menjen föl, ott is nézzen körül. Vettem egy új posztert a játék poszter helyére, amit legutóbb látott. De sokáig tart felérni a lépcsőn. Oké, nem tudom, azt írta, hogy nem, nincs benne semmi illegális. Persze a jelentésére majd kíváncsi leszek. Kíváncsi vagyok, megnézi a izét, a biztosítótáblát. Ó, a traktor, adjátok már. A gyanú szintje. Nincs hiányzó, illetve gyanús elem. Ez az. Na, hát köszönöm szépen. Ennyi. Hú, hát azért... Nem mondom, hogy nem aggódtam, ez ki is nőtt. Szerintem ezeket majd, igen, ezt már be lehet takarítani itt lent a növényeket. Ezt majd meg fogjuk tenni, de nem most, szerintem este majd foglalkozunk ezzel. Nem folytatjuk a fa szétszerelését. Ez micsoda? Trash news. Hulladékpapír, jó, az nem baj. Jó, ez a riportunk, ezzel túl sokat most nem tudok kezdeni. Azt nézem, hogy van nálunk egy ilyen állampolgári ellenőrzési protokoll. Ez még valószínűleg vagy a postás hozta, vagy valahogy hozzám került. Most őszintén leszek, nem tudom, hogy hol vettem fel. Szerintem a postás hozta még az elején. Hogy ugye látogatás egy kötője hét naponta, gyanútól függően. És vigyáznom kell, hogy egy adott elemből ne legyen túl sok, vagy túl kevés. Tehát itt vannak azok az alapvető bútorok, amiknek meg kell lenniük. Úgyhogy, ami ezen felüli, vagy aluli, az eltűnhet. Úgyhogy, illetve ott van, hogy a piros ugye a leggyanúsabb, a
a még gyanúsabb, az pedig a sárga. Hát gondolom az a kevésbé gyanús akar lenni, de hogy ugye a piros a problémásabb. Illetve van nálam még egy érdekes levél. Ez a levél egy bizonyos Minutemantől érkezett, ő csatolta a rakéta tervrajzát amúgy. Egy ilyen kis titkos rajongó, aki sajnálja, hogy nem sikerült a menekülésünk, de arra biztat, hogy ne adjuk fel. És hamarosan több rajongói levelet fog nekünk küldeni. Most egyelőre ezzel nincs szerintem nagyon szükségünk foglalkozni, vagy hát nem kell ezzel foglalkoznunk. Úgyhogy... most azt nem tudom, a fát azt megint nem fogom tudni lerakni, de rengeteg fa van nálam, viszont a súlyom az jobb. Úgyhogy ez mindenféleképpen jobb. Gyors, megnézzük, hogy tudunk-e eladni, és utána megyünk. Ezt azért lehet letakarom. Hát nem takarom le. Igazából ilyenkor nem kell szerintem talán. De ha a vadász, tényleg a vadásznőt meg kéne látogatni, lehet, hogy tőle tudnánk venni jó dolgokat. Illetve a fát eladom, nem a fát, de a fát is eladhatnánk első körben, és akkor hozok majd még. Meg eladjuk a földet is. Ó, és ez amúgy növeli a készültségünket, ugye, hogy lóvéhoz jutunk. Ugye itt még, itt csak szupermarket van. Jó, hogy várjunk a vadásznál, így tudok vásárolni. El tudok neki adni ilyen adott dolgokat. Vásárolnom kéne tőle, hogy nőjön a bizalmunk, és több mindent tudjak nála venni. Ezt nem mondod, hogy ennyit nő csak. Fűha, elég kellemetlen. Na, menjünk, akkor szétlofoljuk azokat a farkasokat. Na, ezt nyomd el. Az energy drinket. Kicsit muszáj. Hopp, nem megvizsgál. Igen, azt már megvizsgáltuk, kinyitjuk. És kipakoljuk. Van benne kettő üveg, meg még három, meg van benne egy ton hal konzerv. Ez mindenféleképpen megérős nekünk. Gondolom, itt csak visszafele lehet menni. Ah, itt egyből haza tudok menni. Oké. Jó, akkor megyünk fentebb az erdőbe. Most már, hogyha úgyis itt vagyunk, akkor megnézzük, hogy mi újság van errefelé. Ó, hát itt ilyen danger feliratok vannak. Viszont itt lesz még egy ilyen jó kis kabinet. Ezt gyors megnézzük. Mr. Pepperhell. Azt szed le. Köszönöm, hát itt balra nem igazán néztem meg. Majd úgyis erre kell visszajönni, úgyhogy akkor ezt összeszedjük. Meg hogyha még tudunk fát elviszünk, mert ránk fog sötétedni, az meg annyira nem jó. Hát a 15 fémet, azt max... Én most jelenleg úgy látom... a lehetőségeket, hogy ilyen kis dobozokból tudjuk majd megszerezni. Úgyhogy csinálunk kell egy kart. Vagy meg kell javítanunk. Kinyitjuk. Van benne üveg, alapvető csali és toll madártól. Szuper. Vagy lehet, hogy a madártollat, hogyha eladom majd a vadásznőnek, akkor esetleg az is reputációt ad. De ez csak egy aprócska tipp. 67-es a súlyunk, ezt felvesszük még. Megyünk haza, mert este 9 van. Aztán itt valaki meglát. Lesz nekünk nem ulas. Érkezett levelünk. 20 pénz. És 3 alapvető csali. Alapvető csali csapdákhoz, amit még mindig nem tudok pontosan használni, de se baj. Annyi baj legyen. Na vadásznő. Ez talán kicsit segít. Ezt el tudom neki adni 6 dollárért. És nem tudok egyelőre tőle... Aha, ez is bizalom, úgyhogy próbáljuk szépen húzni itt a bizalmunkat. Nancy házához meg csinálnunk kéne asztalt, meg szekrényt, és hogyha ezt eladnánk neki, tehát ha barkácsolunk, azzal tudunk kereskedni. Ez jó ötlet, mert ugye van egy csomó fám most jelenleg. A szupermarketben ott most kajánk az most van, úgyhogy menjünk le. Most azon gondolkozok, hogy nyomnunk kéne egy szundit, meg eszünk egyet, és akkor utána a tonhal konzervet ezt berakom. Ezt lekraftolok pár adag kaját. Így, né. Hát igazából elkészítem a smoothie-t és már köbben lehet menni alukálni. Jó. Oké, menjünk, aludjunk egyet. Most akkor nyomunk egy teljes körű alvást. A következő nap pedig akkor azt fogjuk csinálni, hogy kraftolunk egy pár bútort, és csinálunk belőle pénzt. Mert szerintem úgy fogunk tudni elindulni bizalmak terén, illetve úgy tudunk majd a későbbre vásárolni, és boldogulni könnyedén. Szép kis esős reggelre ébredtünk, se baj. Lemegyek, és azzal kezdem akkor, hogy nem. Mindegy, most már akkor lemegyünk. Akkor megnézzük, hogy... mi merre hány méter.
gyors szétszedjük ezt a párfát. A fából amúgy adtunk is el, úgyhogy most nincs olyan sok fánk végül is. Ebből üveget kapnék vissza, ezt a kis dobozt megragadjuk. És szétszereljük. Akkor visszaforgatjuk tulajdonképpen a pénzt, mert csak egy szekrényt, és ezt 24 dollárért adjuk el. Most nem tudom a kis dobozt mennyire vettük, de ezt a szekrényt most majd el tudjuk adni szépen. A saját szekrényeinket is eladhatnánk, nyilván nem lenne értelme. Amúgy várjunk, itt van egyszerű csapda. Ó, de hülye vagyok. Csináljunk már ilyen egyszerű csapdákat, ezeket ki tudnánk tenni. Ha jól emlékszem, volt... Ha még egy faszék, vagy asztal. Egy asztalt még csináljunk, hogy el tudjuk adni, és kirakunk két csapdát. Bakker, tudunk csinálni csapdát. Nem baj, úgy is ki akarok menni fát gyűjteni, hogy... Jó kis prepperként tudjunk készülni itt a dolgokkal. Mi jött amúgy? Minutemennek érkezett egy levele, na mindjárt elolvassuk. Csak előtte a vadásznőtől, hát most egyelőre tőle nem veszünk semmit, viszont itt Nancy, ma már mást kérsz? De az asztal ott kész van, meg van hulladékpapírom, ez 21 dollár. De bakker, nem kell neked most az asztal? Hát legyártottam, mindegy majd, vagy nem is asztal, bocsánat, az a kis szekrény nem kellett neki. Elektronika. Textil az van lent, amúgy műanyag, fém, fa, kő és üveg. Ilyen típusú alkatrészek vannak itt. Ugye 4 dollárért vettük ezt. Én azt mondanám, hogy vásároljunk be egy kicsit fémügyileg, mert jelenleg még nincs meg a bánya, és nem tudom, hogy lesz bányánk, úgyhogy gyors minut vannak, megnézzük a levelét, mert lehet, hogy abban lesz egy kis hint. Hogy mégis mi merre hány méter, aztán kihelyezzük azokat a csapdákat, csak ezeket gyors megesszük. Most el vagyok fáradva amúgy, de jó, de a levelet gyors azért megnézzük. Igen, érdekes ez a levél, ez amúgy pont nincs magyarra lefordítva, de annyi van benne, hogy remélem, hogy megtaláltam a levelét, és hogy tudtam inspirálódni a kis ajándékától, ugye itt a rakétás poszterre gondol valószínűleg, és akkor tulajdonképpen ő azt ajánlja, hogy időről időre majd küldeni fog nekem levelet, illetve csomagokat, amelyek információkat vagy egyéb hasznos alapanyagokat fognak majd tartalmazni. Bízzak bennem, meg majd lelki is majd kell egy kis segítség, ez nem tudom, hogy pontosan mire gondol, de a lényeg, hogy ő bízik bennünk. Erről bizonygat itt a levélben, és hát Csacper kb. Most ennyi, meglátjuk majd, hogy a későbbiekben mit küld nekünk. Minutemen feloldva. Oppáré. Aha. Ez felkerült a térképre is, és akkor most már, hogyha rákattintok, akkor itt van, hogy ő mit szeretne. Szükséges áfonyalekvárt szeretne, akkor azért volt a poénkodás végén ott az áfonya dzsemmel. Oké, tehát hogyha segítek neki, ő segít nekem, tehát megéri ezzel a Minutemennel valószínűleg jobban lenni. Ő az egyetlen barátunk az öreg nyanyán kívül, úgyhogy kimenjünk az erdőbe egy kis alvás után, és megpihenünk. Kimenjünk az erdőbe fát, és egyéb dolgokat szedni, mert szükségünk lesz rá. Meg ugye a 15 fém kell ugye a karhoz. Majd később. Megint megjött a postás. Ott a dagi óvodák. Nézd meg, azt itt áll egész órákig! Hát ezért fizetik? Hihetetlen. Na mindegy, nem baj. Megyünk és akkor kinézzünk mindjárt az erdőbe. Szerintem a pénzünk jött meg, amit rendeltünk. Így van. Úgy pénzügyileg jól állunk összességében. Lehet, hogy rá is mennék arra, hogy Szergejtől akkor berendelek még egy pár dolgot. Oké, 24 dollár. Most kell a fém. Egyelőre nincs más fémforrásom, úgyhogy... Úgyhogy ezt most megvettük. Nő a bizalmunk legalább. El tudnánk adni az üveget jó áron, de szerintem az nekünk még kelleni fog. Egy kis földet eladok neki. Arra most úgy sincs szükségünk. Ha kell, akkor tudok bármikor ásni. Úgyhogy... Azzal különösebb probléma nincs. Cukrunk viszont nincs, azt kéne venni az Epergemhez. Üvegünk pedig lesz. Jó, akkor egy cukrot megrendelünk. És kimegyünk áfonyát gyűjteni, és akkor Minutemennek elkészítjük, plusz gyűjtögetünk egy kicsit az erdőben fát, meg bogyókat. Feljöttem a 2. szintre, és egy dolgot majdnem elfelejtettem. Csapdákat kéne kihelyezni. Na most nem tudom, hogy hol a csapdám, amit csináltam, itt van. Oké, teszünk ide 2 csapdát. Nem tudom, hogy ebbe tulajdonképpen majd
mi lehet, de teszünk ide csapdákat, nem raktam alá csalit. Ez nem tudom, hogy hogy működik, hogy őszinte legyek. Lehet, hogy jobbkikkel kell majd rákattintani. Tedd le a csapdát. Oké. Okay. Gyors beállítás. Aha, és akkor, hogy amikor gyors beállítás, akkor alárakja a cuccot. Nagyon szuper, nagyon szuper, nagyon szuper. Jó, megragadjuk a fát is. Egy fa milyen? Hú, hát az elég nehéz volt. 78-ra ment a súlyunk. Esélyes, hogy most többet nem fogok majd felvenni. Kiraktuk a csapdákat, szerintem egy nap múlva majd visszajövünk, aztán megnézzük. Jó tudni amúgy, hogy napi szinten változik az, hogy kinek mire van igénye, akár felvásárlás szinten. Úgyhogy erre majd oda kell figyelni. Gyors beállítás. Gyere, gyere, szaladj le egy kicsit, mert itt nem érünk rá holnapig. Gyere, gyere, gyere. Gyors beállítás. Oké, és akkor itt meg is van. És szerintem majd a vadásznőnél akkor tudunk gyorsan fejlődni, hogyha olyan dolgokat adunk el neki, ugye, ami a csapdából származhat, vagy valami hasonló. Jó, gyerünk, 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 gyerünk. Bogyót kell gyűjteni. Mennyi bogyónk van jelenleg? 10 kell. Ó, már meg is van a 10. Úgy van, hogy egy bokorról amúgy nem csak egy darab jön le, hanem például, hát erről most speciál pont egy jött le, de már volt olyan, amiről 3-at is adott, úgyhogy ez most 2 volt. Nem volt túl nagy extra. Jó, mindjárt megyünk haza, és akkor kicsit még kraftolgatunk. Ami olyan, hát igen, ez most eléggé sötnye lett ez a kör. Nem baj, megyünk haza. Újabb levelünk érkezett. Megérkezett, amit rendeltünk, nagyon szuper, túl nehéz. Jó, akkor azzal kezdjük, hogy... Hogy... Ezt a fát, ezt nagyon gyorsan szétszereljük. Remélem, nem tart nagyon sokáig. Jó, annyira nem volt vészes ez az idő. Jó, visszamegyünk, megcsináljuk elsőnek a gemet. Megcsináljuk elsőnek a gemet, hogy az meglegyen a Minitmannek. Hát, ha küld nekünk még hasznos dolgokat, tippeket, ötleteket, bármit, ami kicsit irányít minket a játékban, mert azért még szerintem mindig itt nagyon itt az elejét kapirgáljuk. Oké, akkor befőzzük a lekit. Nagyon jó. Akkor menjünk, ezt elküldjük neki első körben, és akkor utána azokat a fémdobozokat szét fogom szedni. Tessék, itt is van. Ez 30 dollár. És igazából egy kis bizalom is. Könyv a nukleáris hadviselésről. Ez micsoda? Ez hogy jött ide? Jó. Oké, azt mondom, hogy kapjunk be valami harapnivalót Mr. Prepperrel, és menjünk szerelni. Lehet ezt az elfonyalekvárt, én be is nyomom. Így, mehetünk szerelni. Kell a fém, hogy tudjunk javítani. Igazából az így mehet is. Hát ez... Ne! Azt nem akartam szétszedni, na mindegy. Vagy nem, ne, nem azt szedtem szét, csak véletlenül valami más mutatott, mint amit hittem, na mindegy. Oké. Okay. Nem tudom, mennyi fém hulladékunk van jelenleg, majd azt is nézni kell, ugye ebből darabjából csak egy jön. Megjött a postás, úgyhogy megnézzük, hogy mi volt rá a válasz. Ez a postás, ez... Én nem tudom, nálunk nincs ilyen postás. Jó reggelt! Jó reggelt! Sok barátom van, hát az erős túlzás. Jó reggel, érted? Este 11-kor. Most nem tudom, hogy melyik Minitman levele, az a baj, mert annyi levél van nálam, hogy nem tudom melyik melyik. Ez lesz az. Na lássuk. Igazából most ebben a levélben Minitman összvisz annyit írt nekem, hogy már régebben is ugye érdeklődött itt pár időszerűvé válható témával kapcsolatban, hogy tudok-e neki küldeni esetleg egy atomháborúról és annak a következményéről szóló könyvet, mert hogy ezt nagyon problémás a mostani kormány idejében beszerezni, úgyhogy nem tudom, hogy ezt honnan fogjuk előállítani, megpróbálom neki majd megszerezni, jaj, most gondolom ezt kéne majd neki elküldeni, nem? Igen, igen. Ja, igen, ja, most akarja, hogy ezt vigyem majd neki. Azért volt itt az előbb is ez a nukleáris könyv. Hát ezt nem tudom, hogy honnan fogom előguberálni, mert nekem nincs ilyenem. Legalábbis... várjunk csak. Elképzelhető, hogy valamelyik könyvem erről szól? Az jó buli lenne amúgy, hogyha lenne olyan könyvem. Ha jól emlékszem, hogy itt is lehet valamilyen könyvet kraftolni. Nem? Lehet, hogy tényleg rosszul emlékszem. Könyv. Hát ez egy sima könyv. Tudok barkácsolni könyvet. Mivel leszek előrébb, ha csak egy könyvet? Hát nem tudom, ez egy sima könyv egyelőre. Nem baj.
menjünk aludni, mert nagyon későre jár amúgy. Jó, maradunk a szétszerelésnél, mert még pár dolgot szét kell szednünk. Nagyon sok levelem van igazából, és sokról azt tudom, hogy melyik. Mennyi fémünk van jelenleg? 7. Ez nem túl sok. Nem túl sok, még 6 darab majd kéne ezen kívül. Tudok már benzines hordót készíteni. Akkor a szerencse. Oké, rendelünk. El tudom adni Nancy-nek a könyvet. Hát akkor Nancy ezt elviheted igazán. Ilyesmit most nem kell rendelni, vadásznőtől nem tudok semmit sem. Az erdőben majd mindenféleképpen ki kell néznünk megint. Rendelünk 6 fémet. Jó. Baszeg, eladtam. Ezt most eladtam, ezt a fémet. Nem baj, nem baj, nincs gáz, eladtam a fémet. Se baj, befektetjük. Befektetjük. Bár azt nézem, hogy ez nem éri meg. Hát nem jó bizniszt csináltam, mert eladtam a fémet 3 dollárért, és 4-ért veszem ezeket a dobozokat, úgyhogy... Na, ez most... Ezt inkább most hagyjuk, ezt a... Izét, ezt elcsesztem picit. Na, mi megcsináljuk ezt az asztalt. Remélem, arra lesz elég fánk. Ha reggel 9 van, és nem vagyunk kipihentek, ez a durva. Azt a kis asztalt nem tudom megcsinálni. Akkor szétszedjük ezt, amit a legutóbb csináltam, ezt a szekrényt, mert hát nem volt rá végül szükség. Viszont az asztalt most megvennék, úgyhogy... Már itt a postás megint. Nem tudom, ez a postás nálam ilyen állandó vendég. Ilyen napi 3-szor jön. Oké, nagyon szuper. Mindjárt megyünk pihenni, meg enni egyet. Na hát jött egy kis pénz. Nem mondom, hogy a legjobb áron, mert nem volt jó trét, de hát most ez van. Aki azt elviheti. Supermarket. Dance-nő most egyedül. Minitman. Adta ki meg a könyvet. Hát azt a könyvet nem tudom, hogy honnan fogjuk előkeríteni. Menjünk, kajáljunk egyet, aztán futunk még egy kört. Azt mondja a postás, hogy nemrég hallott, hogy visszatértek a farkasok a közeli erdőbe. Hát, el tudom hinni, barátom, el tudom hinni. Hú, van valami a csapdánkban? Begyűjtés. Gyűjtsük csak be. Igen, és ennek is van strapabírása. Amúgy húst majd tudunk sütni. Az milyen quality kaja lesz már? Jó, akkor ez gyors. Beállítjuk. Hát szedtem egy raklap bogyót, és most hazaértünk. Hát este 6 van. Na most az a helyzet, hogy a fémmel nem állok túl jól. Úgyhogy ez, akárhogy nézzük, ez nem a legjobb. Jelenleg 5 fémem van, 7 fám, 8 üvegem. Mondjuk van 51 lóvénk, ami azért annyira nem... Úgy van itt még egy fa. Most nézem, ezt is szét kéne kapni. Annyi levél van itt, ezeket majd valahogy kategorizálni, vagy sorba kéne tennem, hogy tudjam, hogy melyik. Na mindegy. Fogunk majd főzni, meg kell sütni a húst, amit hoztunk. Azt tényleg annak lehet, hogy nem kéne állni a sokat. 2 szarvas hús van itt. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit ad érte a vadásznő. Az is kérdés. Meg lehet, hogy jobban járnánk, hogyha ezt a vadászatot nagyobb iparba űznénk egy kicsit. És csinálni kéne még pár csapdát. Hát az nem lenne rossz. Na lássuk. 13 fémünk van, oké. Veszünk még 2 fémet. Csak nehogy eladjam megint. Oké, hát a vadásznőnél mennyiért lehet eladni a szarvashús? Szarvashús most nem is vesz. Nem baj, akkor megesszük. Hát igazából ebben nem csinunk problémát. Ma nem lehet venni már többet, tehát megvettük az összeset, amit lehetett. A supermarketból vegyünk valamit. Vegyünk egy kis répát. Salátánk van, vegyünk egy kis paradicsomot. Hát ez nagyon drága. Vegyünk egy narancsot. Együnk változatosan. 19 dolcsi így is. Hát, nem csináltunk nagy bizniszt, mit ne mondja. És akkor megsütjük a húst, és akkor mindjárt meglátjuk, hogy azzal a hússal mit lehet kezdeni. Ja, meg smoothie-t csinálhatunk. Az mondjuk nem rossz. Nem tudom, hogy a befőtt az meddig áll el, az is jó kérdés lesz majd. Csinunk ilyesmiket.
Aludnunk kéne. Jó, jó, jó. Pillanat, berakjuk a sült húst azért. Hát ezt nem fogom hagyni azért, hogy megromoljon. Smoothie-t is a hűtőbe, és akkor megyünk. Menjünk aludni. A postás az éjfél után egy órában. Itt dekol nálam. Hajnali egykor. Azért én lehet, hogy kihívnám rá a rendőröket. Vagy itt már lehet, hogy nem itt a... Nem tudom, milyen sötét szervezet viszi el ma itt a kollégát. 9-én jönni fognak valószínűleg. Pakker, nem szedtük még ki a növényeket amúgy az ültetvényesből. Remélem nem rohadt ki. Nem baj, legalább ezt is kipróbáljuk igazából. Jól nyomjuk, úgyhogy szerintem nem probléma, hogyha elrohad. Mármint, hogy veszteségnek veszteség, de hogy... Kirohadt. Jó, ezt ki kellett volna szedni. Oké, hát ez good job Stark kategória. Azonnal le kell menni és enni kell, mert pocak szomorú. Úgyhogy eszünk egyet. Jó, az az ültetvényes, csak figyelni kell arra is. Ezt most elrontottam el, sajnálom. Azt hiszem, hogy zöldségleves, sárgarépa. Káposzta és csirkát. Csirkém az nincs. Csirkém sajna nincsen. De egy smoothie-t azért még tudunk itt gyártani gyors. Ezt nagyon gyorsan kikavarja. Bár tök sok energiába kerül egy smoothie is. Ez azért elég necces. Az energitalt azt azért tartogatom, hogy láthatjátok. Ó, itt egy nő. Nem fogok két szájat etetni, hogy bárki olyasmire gondol. Szép napot, kisasszony, segíthetek? Úristen. Hogy mosolyom? Nem láttam kutyát. Jó, oké. Hát mit nem mondjak, bizarr volt a kisasszony. Nancy-nek jöhetne egy polc, vagy most elvinni a szekrényét. Szergejnek meg megjött a arisztok, úgyhogy jöhet itt akkor a fullos. Hát ne vásároljuk ki magunkat azért teljesen a büdzsénkből. Így, és akkor... Ínyenc. A Szergejnél hármasok lettünk, és van itt egy ilyen, hogy ínyenc. Ó, el lehet neki adni dolgokat egész jól. Omlett. Hát, itt sok mindennel tudunk amúgy kereskedni, ahogy látom. Tojás, só. Ezek tök jó dolgok. Ó, pofa. Oké. 24 dollár kapunk egy rendes szekrényet, úgyhogy csináljunk egy rendes szekrényt. Nagyon gyorsan. Ennyi lefelé. Most keltünk fel és már fáradt a karakter, ezt nem igazán értem. Elkészült a szekrény, ebben a pillanatban megjött amúgy a postás is. Egyszerű csapdából amúgy csinálunk még egy párat. Mert ez igazából tök jó kajaforrás. És a kettes szinten szeretnék még úgy letenni, hogy a kettes szint első szintjén legyen három, meg ahol most vannak a csapdáink, ott is legyen három csapda. Úgyhogy ez lesz a terv, hogy legyen bőve a húsunk, mert a húsi az nagyon jó kis cucc. Oké, megjött a vas. Jó, akkor nyomunk egy pihit. Vagy nem pihenünk. Gyorsan itt nyomunk egy energiaitalt ígyni. Nincs pihenés, dolgozni kell. Ezzel a hármat szétszedek és megvagyunk. Oké, még ezt. Elméletileg megvan a 15 fém. Megyünk és megjavítjuk a kötélpályát. A következő szintre lerakjuk a csapdáinkat. Illetve eladjuk Nancy-nek ezt itt. Nagyon szuper. Ó, egyből van is megint a csapdánk alatt valami. Hello, szia. Ez most csak egy toll volt, ha jól láttam. Na most nem tudom, hogy hol a... Itt a csapdám, oké. Jó, ide is teszünk egy csapdát. Nem lesz elég... Én nem gondoltam, hogy ilyen hamar, tehát egy nap alatt egyből itt a csapda. És valószínűleg három alkalommal használható egy csapda. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar tönkre megy. Meg hogy... Azt nem is néztem, mit kaptunk most belőle. Oké, javítsuk csak meg. Egy kar és 15 fém. A 15 fém az megvan, de karom az honnan lesz? Hú. A 15 fém az megvan, következő...
Ah, tehát azt írja, hogy valahol az erdőben lesz az a kar. Jó, akkor az úgy néz ki, hogy meg kell keresni azt a kart. Legyünk tökösek, én azt mondom. Bementem a Danger Zone-ban. Ott a kar. Hát lesz ott egy farkas, bakker. Lesz ott egy farkas. A bokorban. Azt mondja, ez egy alapélelmiszer, ami megment a nehéz helyzetben. Food ration. Ó, exotikus csali, üveg. Na, ez jó cucc. Most az a kérdés, hogy használ. Hop hop. Na, ez jó buli lesz. Indul az első harcod. Kattints a farkas, hogy megtámad. Bal kontroll a védekezés. Q-val ütő, gondolom, nem? Oké. Használd az ütődet a harcban. Sok szerencsét, kösz! Oké, üssed! 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 Jó, kiütöttem. Ennyi volt? Basszus! Ujjjjj, ez nem annyira jó. Oké. Jó. Meg vagyunk. Na, nem kéne. Nem kéne. Oké, ujjjjj. Ujjjj, nem sok életem maradt. Oké. Oké, ennyi? That's all. Hát jó párszor megharaptak a farkasok. Ez mondjuk elég fura volt, de... Oké. Szuper. Ez is tele van szajréval. Hát ez jó, hogy bevállaltuk. Itt a néni háza. De most muszáj leszek bemenni. Oké. Menjünk csak be. Beterünk az öreg nyanyához. Azt mondta, hogy ha bejutok a kecójába, akkor mindent elvihetek. Aha. Jó, hát én... nem leszek rest és pakolok. Azt mondta, hogyha ide bejutok, akkor vihetek mindent. Ezt csak megvizsgálni tudjuk. Tévét el tudjuk. Jó, a tévét azért csak nem visszük. Azért nem visszük el, mert nem lehet. Inkább azt mondanám. Oké, ott bent is van. Jó, hol van még cucc, amit lehet? Ezt is lehet vinni. De a magvait elvisszük igazából. Oké, szuper. Jó, még ott is van egy lent. Jó, remélem nem hagytam ki semmit. Elvisszük a magvakat tőle. Jó. Na hát meg vagyunk ezzel a farkasos sztorival. Irány haza, mert azért ez a farkasos sztori azért ez eléggé necces volt. Most már van egy csomó olyan szerzeményünk, mint például a farkasnak a bőre, amit el tudjuk adni. Farkasbőr. Ezt el tudjuk adni. Tollat is tudunk eladni egyet, illetve mosómedve farok. Az nem tudom, hogy honnan lett. Ja, tényleg az is az egyik csapda alatt volt. Szuper! Van itt még rókafarok, agyar, meg agancs $60-ért. Jó! Ez jó kis pénzt fog nekünk hozni, és a bizalmat is jócskán növeli. Úgyhogy ezt majd nyomatjuk továbbra is. Oké, ínyenc, nem tudsz, nem akarsz venni valami húst? Van eladó husimusim. Neked sem kell husimusi? Neki se kell. Na hát akkor a cirkét azt majd megfőzzük szépen. Van itt amúgy valamilyen csirkeleves, ahogy néztem. Csirkecomba, ez káposzta kell. Káposztánk az van. Gyors, kiveszek mindent, és megnézzük, hogy... A többit azt nem szükséges. Megnézzük, hogy tudunk csinálni ilyen bigoszt. Ezt megcsináljuk. Sült vaddisznóhús. Ez mind jöhet igazából. Akkor a hűtőbe úgyis eláll szerintem. Aludnom kéne, majd mindjárt megyek aludni. Éppen főzőcskézek. Oké. Hú, viszont nem fog minden beférni a hűtőbe. Ez baj. Ez nagyon baj. Hát a csirkehús az többet ér. Jó. A smoothie-t azt bevágjuk, és akkor megyünk felaludni. Tudnál egyet szúnyókálni? El kéne raknom a baseball ütőt, nem? Azt hogy tudom eltenni?
Vagy... A Q, Q. A Q-val előveszem és elteszem, akkor azért van ott a Q. Jó, hát most már ezt is tudjuk. Na, mehet az alvás. Most tök jól állunk kajával, meg mindennel szerintem. Alakulgat a bunkerünk is, illetve nem vagyunk gyanúsak, ami nagyon fontos ebben a játékban. Legyőztük a farkasokat, úgyhogy most már az megvan. Illetve... Jennyt majd meg kell látogatnunk a kunyhójában kicsit később, illetve még az erdei kötélpályát fogjuk megjavítani most már, viszont a következő részben, mert nagyon hosszú lett ez a rész, nagyon sokat haladtunk, még mindig roppant érdekes ez a játék, gyors, még a postaládából nem veszük ki a dolgokat, mert úgyis az alvás volt most a mentés, úgyhogy a komment szekcióban nyugodtan írjátok le a véleményeteket, illetve a tippjeiteket ugyanúgy, mint legutóbb, és akkor folytatjuk majd. Elég hosszadalmasnak tűnik maga a játék a végcélig, tehát nem egy-két óra alatt végvivendő játékról van szó, hogyha ez így megfelelő szó. Nem tudom, hogy fogunk leütni a bányába, de remélem az is meg lesz majd hamarosan. Úgyhogy haladunk majd itt a kis bunkerünkkel, építjük tovább, és készülünk az atomkatasztrófára, vagy a nagy szökésre. Ezt majd meglátjuk. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretitek és még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel. Ezt tarkoltam. Jók legyetek. Sziasztok!